több év kihagyás után idén végre megrendezhetjük a gyermekeinkért a jótékonysági bárunkat. Mielőtt a múlt, jelen, jövő című gálaműsorunkhoz érkeznénk, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem bárunk fővédnökét, Kálmán Tibor polgármester urat, akit egyben felkérek a bár megnyitására, a pohár köszöntő elmondására. Kedves vendégeim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Dr. H. Ferenc Általános Iskolának a tornateremében, és nagyon hálás vagyok, hogy ebben az akadott időben is itt tudunk találkozni, és ma este együtt tudunk szórakozni. Ha körbenézek, én úgymond nagyon sok ismerős arcot látok, és aki visszagondol az előző bálakra, akár még az elsőre is 2001-ben, akkor nagyon sok jó emlék, nagyon sok jó műsor, felgeteges tánc, és sok minden juthat mindenkinek az eszébe, és remélem ez a mai este is így fog eltelni. Nagyszerű műsorszámok lesznek, kiváló domboratárgyak vannak. Én úgy gondolom, hogy aki ma itt van, az amúgy is tudja, hogy azért is van egy jó helye, hogy rácsatlakozza Krisztire, mert a városunknak egy nagyon erős ágát szeretnénk tovább erősíteni, mert ez az iskola már nagyon sokat tett a városért, és én bízom benne, hogy nagyon sokat fog ezután is tenni. És ma este remélem mindenki kinyitja a pénztárcáját is, és veszi a tombolákat, és segíti ezt az intézményt, hogy továbbra is erőssága maradjon a városunknak. Én ehhez nagyon jó szórakozást, erőt, egészséget, kitartást az egész éjszakára kívánok mindenkinek, és ezen a idei bálat megnyitom. Egészségére kívánok mindenkinek! Kedves kötelességünk békés, ikonikus alakjának, dr. H. Ferencnek is figyelmet szentelni. Iskolánk névadójának családtagjai, köszönhettem az előbb, hiszen visszatérnek hozzánk. Így most tapssal köszöntsük H. Katalint és Barcsett Klárit, akiket felkérem beszélők elmondására. Egyik alkalommal Spanyolországba járt egy rendezvényen, ahol megmutatott
társasági életterei szórakozásról, kellemes együttlétről szólnak. Mindenkinek kívánok nagyon kellemes estét ma, és felhőtlen szórakozást, és köszönöm egyben megtisztelő figyelmüket. Change, 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 change
Kovács Dánielt láthattuk, és a következő Nápsong produkcióban, amihez most pakolnak ki, nagyon fontos, hogy a végtagok a különböző eszközökkel és mozdulatokkal teljes összhangban legyenek. Rengeteg türelem és gyakorlás szükséges ezeknek az összehangolásához. Nagy öröm, hogy Tóth Szintját köszönhettem, itt jó volt arra, aki iskolák tanulója volt, és párját Nagy Laura Lizát, aki már több éve töretlen elkeseréssel ismerkednek ennek a szakterületnek a rejtelmeivel. És hogy hogyan kerül fel egy békési kislány az artista képzőben? Nos, mindketten a Békés Csabán működő színi tanházba kezdték, azt szerintem az ugrabugrálás, aztán akkor valami egészen más lett. Úgyhogy köszöntsük most Szintit és Laurát, akiknek a felkészítő mestere Pinkér Áron.